שלום, אנחנו קוראים מתוך כתבי בעל הסולם, הקדמה לתלמוד עשר הספירות, בעמוד 773, אות י' ז'. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות, תשאלנה כאן במהלך השיעור. עמוד 773, אות י' ז'. ולפיכך, מתחייב הלומד, בטרם הלימוד... Tehát akkor kezdődik a lecke, olvasunk a bevezetések a készül a tanulmányához. Tehát ezért a tanulóknak meg kell ígérnie, mielőtt elkezdenek tanulni, megerősítik magukat a hitükben, a teremtő irányításában, ütalom és a büntetés területén, ahogy a bölcsei mondják, az urad, az fel van hatalmazva, hogy jutalmat adjon neked. És ezért, amikor valaki a munkáját a parancsolatra irányítja, akkor ezen a módon bele is olvad a Tórába, annak a fényébe. És a hitének erősnek kell lennie, és a fény gyógyszerén keresztül kell megerősödnie, és az embernek meg kell erősítenie a saját belső tartását és egészségét, egészen a csontjainak a mélyéig. És amikor valaki valóban lismában tanulja a Tórát, akkor eljut a lismáig. És ilyen módon tudnia kell önmagával szemben, hogy el kell nyerni a hitet, mert ezen keresztül tudja a gyakorlatban gyakorolni a Tórát. Amikor valaki a szívét és az értelmét a teremtő felé elrendezi, akkor nincs nagyobb parancsolat, mint ez, ahogy a bölcseik mondják, Habakuk jött és kifejezte, hogy az igazak kizárólag a hit által válnak azzá. Sőt, nincs egyéb tanács, mint ez, ahogy az írva van. Masahed Baba Batra, a rabbi mondja, a munka az, hogy az egész világot az ítélet mentén kell, a érdemek mentén kell megítélni, és mondva van, ó Uram, te teremtetted az igazakat, ő teremtetted a bűnösöket. Ki az, aki képes téged megtartani? Rasi pedig úgy magyarázza ezt, hogy jó teremtette az igazakat, azáltal, hogy jó hajlamot helyszébe lévő, te teremtette a bűnösöket a gonosz hajlam által. Ezért senki nem menekülhet a kezedtől. Akkor ki az, aki téged megkérdelezhetne? A bűnösök kényszerítve vannak a bűnre. És ilyen módon jó barátai magyarázták, hogy valóban minden félelem az Isten előtti odaadással kezdődik. Az az én teremtettem a gonosz hajlamot, és én teremtettem a Tórát, mint fűszert. És Rasi úgy magyarázza ezt, hogy a teremtő teremtette a Tórát, amely fűszer, amely a bűn gondolatát hordozza magában, ahogy írva van. És hogyha keresztül hatoltok ezen, akkor gyertek el a gyülekezetbe. És ez, ha valaki ezt hallja, akkor valaki elgyengül, és ezért nem kényszeríti magát, hogy megmentse önmagát. Na, akkor kezdjük-e kérdésekkel? Vannak kérdések? Vagy nincsenek? Az, mit jelent ez? Azt tanultuk, hogy a munkánk az a természetünk korrekciójára irányul. Tehát mi szándékosan törtünk el, azért, hogy a fény le tudja győzni majd a sötétséget, amikor elkezdünk korrigálódni az adakozás érdekében, ezáltal a teremtés teljes mélységét meg tudjuk ragadni, és el tudjuk érni a formaegyezést a felső erővel, a teremtővel. És ez a korrekció, ez a reformáló fény által van végrehajtva, a Tórának a fény által. Ahogy írva van, én teremtettem a gonosz szemet, és a fűszert, mint gyógyszert ennek elnébe. Tehát jön a reformáló fény. A kérdés tehát az, hogyan korrigálom magam, milyen módon. Természetesen a legfontosabb dolog, hogy legyen tendenciánk, irányultságunk erre,
Tehát csak aki, aki valóban végez, hogy hajtani a korrekciót, a minden lélek tekintetében, és válaszolám világosan elmagyarázza, hogy a legfontosabb dolog, amit meg kell szereznünk, az a hitnek az ereje. És ez nehez a számunkra, hogy megértsük, hogy a hit az mi is igazából. Addig, amíg nem kezdjük el érezni, hogy a saját mi össze vagyunk zavarodva. Tehát az embernek fel kell ismerni ezt a pillanatot, hogy a hitnek az ereje hogy az ember önmagát a kapnakarása felett, a saját régi természete felett és az az irány, amivel a teremtő fele fordul, az a saját természete felé emelkedve lehet. Tehát, hogy az embernek meglegyen a hitének az ereje, meg kell formálnia. Tehát, hogy az embernek fel kell ismernie azt, hogy a reformáló fény az, ami mindent megtesz. És ilyen módon találja meg azt az erőt, amely korrigálja a vágyát, és így lehet elérni a hitet. És ez ugye azt, tehát ezért kell megítélni, megígérni a tanulóknak, mielőtt elérkezzenek tanulni, és megerősítik magukat a teremtőbe vetett hitben. És ez valami olyan, amit én látszólag el kell érnem. Ez nem természetesen érkezik el hozzám, hanem sokkal inkább valamilyen módon irányulnom kell erre, legalább olyan mértékben, amilyen mértékben ez a komponens nem létezik bennem, hogy a bölcsek mondják, hogy urad az, aki megad tudja adni neked a jutalmat. Tehát én tanulok, és tudom, hogy abban a mértékben, amiben befejezek, befektetek, megkapom a jutalmat. Tehát az embernek a Tóra parancsolatnak a betartására kell irányulniuk. Mit jelent mindez? Mi az a Tóra parancsolata? Jön a reformáló fény, és akkor a tanulásom által, ez az, amit el akarok érni. Tehát én valóban a Tórát akarom tanulni, nem bölcselkedni akarok, tehát én a reformáló fényt akarom, semmi mást. A belső változásokat akarom önmagamon, és ezen a módon akarok része lenni a belém foglalt fénynek. Azaz, ennek a fénynek a gyógyító hatását akarom magamra vonni. És azt akarom, hogy ez a csontom még lehatoljon. Tehát nyilvánvalóan az embernek fokozatosan kell elvesztenie mindezt, és éreznie kell, hogy két oldalról érjen ugyanaz a jelenség, a felső fény, hogy lolismából lehet eljutni a lismába, és még miért az ember tudna valamit önmagáról, és az embernek meg kell vizsgálnia önmagát, tehát az embernek tudnia kell, hogy nincs más lehetősége, mint hogy fölemelkedjen, számításokat kell végezni az élettel kapcsolatban. Tehát hogyan lehet elnyelni az embernek ebből az életében
azokat a gondolatokat, amely a felső gondviseléshez kapcsolódnak, és fel is ébresztik azt, hogy valóban az ember képes legyen felfogni, érezni, hogy félje az Urat ennyire. Tehát, hogy megértse pontosan, hogy mi történik. Ezért még akik ismerik is önmagukat, de nem járték el a hitet, azoknak is van reményük arra, hogy a Tórát és a parancsolatokat gyakorolhassák megfelelő módon. Tehát, hogyha valaki azt mondja a tiszta szívéből, hogy elérte a hitet a Teremtőben, akkor ezen keresztül nincs nagyobb parancsolat, mint ez. Azaz, magyarok, világos kell legyen az ember számára, hogy ez szüksége van a hiányra, a vágyra, hogy elérje ezt a hitet, mert különben azt fogja látni, hogy minden részletében, minden alapvetésben elbukik, mert a provízió az a Teremtőtől áramlik. És az ember nem tudja fenntartani magát, ez nincs más rajta kívül, ezt nem tudja fenntartani, hogy ki a jó és jó cselekvő, mindezek szándékosan értekeznek az emberhez. Ha az ember nem... Nincs nagyobb parancsolat, mint ez. Habakuk jött, és ezt erőltette, hogy az embernek a hite szerint kell érnie, ha igaz ember akar lenni. Tehát azáltal, hogy eléri valaki ezt a fajta hitet, kapja meg az életet. Sőt, nincs más tanács, mint ez. Tehát az embernek ez az egyetlen dolog, amit kutatnia kell minden más mellett reformáló fénye, hogy írva van, hogy jobb az egész világot a érdemes szerint akartam megítélni, hiszen te teremtetted a bűnösöket és igazakat, akkor kihez ereszkedtél ide le? És látszólag ez a kérdés, ez helyes, ez volt jobbnak a kérdése. Rasi azt mondja, úgy magyarázza ezt, hogy a jó hajlamon keresztül teremtette a teremtőt, és a bűnösöket pedig a gonosz hajlamon keresztül, akkor mit kell itt tennünk igazán, hogyha mi az elején vagyunk ennek az útnak, akkor ezen a módon kezdtük el főzni a dolgokat, ezért senki nem menekülhet a kezettől, hiszen tehát ki érezkezte ide? Tehát ki az, akinek a ugye, mi volt Job barátainak a válasza, hogy pontosan az önátadás az Isten előtt az a legfontosabb, tehát mielőtt az ember, tehát az embernek olyan módon kell a Teremtőhöz fordulni, hogy legyen egy valódi oka, hogy a Teremtőhöz kell fordulnia, mert a Teremtővel való kapcsolat a teremtésnek a célja. Hiszen a Teremtő teremtette a gonosz hajlamot, és ő teremtette a fűszert is, a Tórát, mint a Tórát. Ez ellenében, és az embernek ismerni kell ezeket a rossz állapotait, és ismerni kell a jó állapotait is. Rasi pedig ezt úgy magyarázza, hogy a Tórának a teremtése, amely a fűszer, amely fölé tudja emelni az embert a bűnnek, és azáltal, hogy megadja az adakozásnak a minőségét az embernek, ahogy írva van, hogyha keresztül hatoltok ezen az ítéleteken, akkor eljutottok a gyülekezetbe, és még akkor is, hogyha a szívetek elgyengülne, ezért aznak, aki kényszerít van, azoknak nincs reményük, hogy megmentsék önmagukat. A Tóra helyes parancsolat végrehajtásának helyes módja által. Ezért nekünk el kell jutnunk oda, hogy anélkül, hogy megszereznénk a hitet, nem tudunk előre haladni. És ez az, amire szükségünk van. Az erőre, amely segít nekünk, amely választ ad Jobbnak a kérdésére, amelyet a kérdés felett és minden dolog felett, tehát mindenek előtt, minden az, amit mi érzünk, ami a zuhanást okozza a felső gondviselésben, hogy mi történik velünk, mi történik körülöttünk, nekünk figyelnünk kell arra, hogy milyen módon
kell tovább lépnünk, és hogyan tudunk minden földi számítás ellenében lezuhanni, és ez nem az, amit nekünk úgy kell leírni, hogy nincs más rajta kívül. Jó és jó cselekvő. Tehát annak érdekében, hogy segítsünk nekünk előre haladni a hit irányába, hogy valóban fölemelkedjünk minden nehézségnek a szívben és a lélekben, hogy valóban képesek legyünk mindannyian ehhez kapcsolódni egy jó módon, és ez, tehát a mi számunkra az összes zavart ő küldi az értelmünkbe, és az összes félelmünket tőle kapjuk, és a teljes szívünk kitöltését tőle kapjuk. Kérdések? Amnon, Berseba. Én szeretnék a hitről kérdezni valamit. Természetesen erről beszélünk. Tehát a proféta azt mondja, hogy az embernek a hite által kell érnie, tehát az igaznak valóban ebben a hitben kell élni állandóan. Tehát minden igaz embernek különböző hite van. A hit azt jelenti, mondja Rav, hogy egy erő, amely engem a teremtőhöz kapcsol, még akkor is, hogyha az különböző fajta gondolatokat küld nekem a teremtő, különfajta érzelmeket, hívben és szívben és lélekben. Mindezek nagyon különböző eredetből, forrásból származnak, amelyek befolyásolják a sorsomat. Én ezt most nem értem, mondja Amnon. Például... Olvasom az újságot. Én tévét nézek. Hallgatom az emberek, beszélgetnek. Tök különböző dolgokat mondanak, amik a világban történnek. Itt vagyok a csoportban, látom az embereket, akik különböző dolgokról beszélnek, ami történt a környezetünkben. És mindezeken túlmenően bennem felébred egyfajta vágy, egyfajta gondolat, hogy hogyan kell nekem mindenre válaszolnom. Tehát mindez egy válaszra kényszerít engem. És akkor én állandóan megpróbálom ellenőrizni, hogy mit kell tennem. Vagy fölemelkedek az összes problémának. A világ problémájának, a csoport problémájának, a személyes problémájának. Vagy számításokat kezdek végezni, hogy mindegyikre külön-külön adjak választ, vagy úgy kell elrendeznem magam olyan módon, hogy mindegy fölémekedik. Ezek a számítások valójában mind a teremtőtől jönnek, mindenféle zavarokra kapcsolatban. Különböző helyzetekben, ezek mind a gondolatok és a teremtőtől jönnek felém, annak érdekében, tehát annak érdekében, hogy engem fölemeljenek pontosan arra a hitre, amelyik szintén tőle érkezik. Mi ez a hit? Nyilván én egy erő, amelyet szeretnék megkapni, megszerezni. És amíg nekem különböző esetben meg kell teremtenem magamban az izgatottságot, hogy a dolog érdekelni kezdjen. Tehát mindegy, hogy mi történik. A teremtő az különböző fajta helyzetet teremt nekem szándékosan, és akkor meg kell próbálnom, nyilván nem a saját erőim segítségével. Tehát ez olyan, mint amikor a rabszolga be akarja zárni magát, és nincs szüksége. Már arra ugye, hogy az apja tartsa fölém, az apám tartsa fölém az esenyőn, tehát nekem fölé kell emelkednem a saját nehézségeimnek. Tehát fölé kell emelkednem a félelmeinek, a rossz eseményeknek, amelyek megzavarnak engem. A félelem mindig a szívből jön, a zavar pedig az értelemből, mondja Rab.
Tehát ez nem fog eltűnni, ez így nem működik, ezek a zavarok meg a problémák, hanem nekem azt kell akarnom, azt a lehetőséget. Hogyha látom is ezeket a zavarokat, érzem is ezeket, valóban össze is vagyok zavarodva kellőképpen, valóban félek is, fölé kell emelkednem, összetapadásba kell kerülnem a teremtővel, és ez a képesség, hogy én hozzátapadjak, a negatív erők felett nyilvánvalóan ez az erő, a hitnek az ereje, de a hit az igazak és a teremtő között alakul ki, igen. Ez az én saját erőm, amelyet megszereztem a reformáló fényből, a teremtővel kapcsolatban, és ugye nem akarok lezuhanni, tehát sokkal inkább én állandóan a teremtővel akarok viszonyban maradni és lenni, tehát mindezek a teremtőtől jönnek, nincs más rajta kívül, hogy jó és jó cselekvő. Még ha különböző fajta érzik, különbözőtek is jönnek hozzám, nincs más rajta kívül. Tehát itt különböző százezer különböző értelem érkezik hozzám, jó és jó cselekvő. Természetesen nem erről van szó. Tehát az embernek olyan fajta érzelmeket kell szereznie, hogy ki az, aki jó és jó cselekvő, kitől érkezik, kitől áramlik mindez hozzám, az olyan mértékben tudom megragadni, amilyen mértékben az ember meg nem hal. Tehát egész a haláláig ebben kell erőködni az embernek. Tehát egy olyan fajta érzésben kell lennünk, ami az ember kötelezi a hit felé fordulásra. Lehetetlen ezt elmagyarázni, az erőt ezt meg kell tapasztalni, meg kell érezni magyarul. Tehát, abban a mértékben, amilyen mértékben az ember megszerzi a hitnek az erejét, abban a mértékben az ember eléri a lismát. És akkor igaznak hívjuk? Na, akár. Viktor Németországból kérdezi, megszerezzük a hitet, tehát a csalódottságból és a szomorúságból is a hitet szerzünk? Nem, magyar. Nem, mert a csalódás az egótól jön, az egoista vágytól jön, csak az egót tud csalódni. Tehát azért vagyok csalódott, mert nem kaptam meg valamit, amire azt gondolom, hogy meg kellett volna kapnom. Hogyha én az adakozásról beszélek, miért kéne csalódottnak lennem? Tehát, hogyha én nem vagyok adakozó, és minden, amit megszerettem volna szerezni, nem sokat megszerezem, akkor csalódott vagyok. Tehát nyilván az adakozásban nincsen olyan, hogy csalódottság. Tehát megvan a tapasztalatom és a lehetőség, hogy bármit megtegyek. És azon a feltétlen túl, hogy a világ mindent felkínál nekem, nekem meg kell értenem, hogy ez nem csak az enyém, hanem mindenki másé is. Tehát gyakorlatilag nekem el kell merülnöm ezekbe a munkákba, ezekbe a csajatokba, de itt nincsenek önmagamra irányuló számítások. Így kell előre haladnom. És csak miután ezeket a számításokat képes vagyok érzékelni, akkor leszek képes meglátni a különböző szinteket, mert ezek a szintek a teremtővé válnak a cselekedeten keresztül a számomra. Berlinből kérdezi valaki, mi a különbség a hit és az önbizalom között. Mi tényleg beszéltünk erről, magyarul, hogy az önbizalom és a hit, ezek két különböző oldala az érmének, de minden attól függ, ugyanis az önbizalomnak megfelelően, az önbizalom érzésének megfelelően tudjuk mérni azt, hogy mi a helyes fajta hitben vagyunk-e. Mivel látotok kell, hogy a világban a különböző hívő, azok valóban az egész világot így értelmezik, az önbizalom pedig az egy másfajta mérték, egy másfajta dolgot mér, másra irányult, egy másfajta mérföldkő. Nem tudom, hogy magyarázzam el. A hit után jön az önbizalom. Tehát abban a mértékben,
amilyen mértékben az ember jelen van az adakozási edényeiben, meg a hite. A hit az a bína, és abban a mértékben az ember képes a megszerzési edényét összekapcsolni a bínával, amilyen mértékben ezek a megszerzési edények valóban az embert lenyomják, akkor viszont nem képes a bínához kapcsolódni felül. És hiszen csak ennek érdekében szóval megtenni, hogy adakozzon az ember, tehát beszéltünk az aligátorról, az, ami alattunk megpróbál kapkodni a lábunk felé. Tehát, hogy mi fogunk emelkedni a bia világaitól az acilút felé, hogy korrigálódjunk. Érezhetem magam biztonságban, mert a biztonság majd a megszerzési edényekkel mérhetőek, amelyek képesek a bínával kapcsolódni. Oké, okay. Brazíliából kérdezi valaki, ez a hit, ez egyfajta érzés, vagy ez egy frekvencia, amelyen keresztül önmagunkat a teremtőre irányozzuk? Nem, a hit az egy erő, mondja rá. A hit egy erő, amely a felső erőből áramlik, a felső fényből, amely az emberen dolgozik, és megadja neki a képességét arra, hogy végrehajtson számításokat az adakozásra a megszerzés felett. És ez a számítás, ez valami, amit az embernek tudnia kell, ez a számítás az, amely nem ajándékként jön az emberhez, hanem ez az erőfeszítéseinek az eredménye, az, hogy befektetett ebbe az erőbe, és ez az erő, ez a sajátjává válik ilyen módon, és ez a bínának az ereje, a bínának az a mértéke ereje, amit az ember megszerez, és ez egy nagyon különleges erő. Ez az első olyan erő, amely az első erő, amivel igazán találkozunk, amely dolgozik rajtuk. Scott Angliából kérdezi, hogy miért kell az embernek kérni az adakozást, tehát miért ez jön először? Mit kell az adakozás minőségét, vagy miért kell a hitnek az erejét előködni? Tehát hogyan lehetne az adakozás minősége a hit nélkül? Hát nincsen ilyen dolog, magyarul. Nincs ez a két dolog együtt, ez nem létezik. A hit az megadja az embernek a lehetőséget, hogy fölemelkedjen a kapni akarásának. Na, kezdjük a nagypapával, csak egy kicsit jobban. Gyorsabbak legyetek. Tehát én szeretnék letiznázni valamit, mondja a papa. Hogy azt mondtuk, hogy az embernek csalódottság éri az embert, az azért, mert az egója nem ér el valamit, amit szeretett volna, mondjuk a hitet. És hogy mi kapaszkodunk belé, uram, tehát nincs boldogabb dolog az ember életében, amikor csalódik az ember a saját erejében. Ez valami más, mondja a... Ezkor azért, mert te nem tudod elérni, és ezért a teremtősz fordulsz. De ez egy másik helyzet. Na, de az azt jelenti, hogy még nem szerzett az ember hitet, nem? Nem, mondja rá. Itt mi attól alacsolódottságról beszélem, hogy meg akarsz valamit kapni, de nem sikerül. Nem a munkában való csalódottság, hogy megpróbálod elérni az adakozást, és nem sikerül. Hát amikor valamit meg akarsz szerezni a saját megszerzési edényeidben, mondja rá. Ez a fő probléma. Moti? Tehát látjuk, hogy mit mondott Jobb. Tehát Mózes is sokat ír valami hasonló. Tehát egyfelől nekem két oldalon kell a teremtővel foglalkozni. Tehát egyrészt van a félelem kérdéseket emel, miért kell nekünk összekapcsolódni. Tehát a kérdésem a következő, amikor mi bennünk megjelennek ilyen kérdések, hogy teremtővel dolgozzunk-e, vagy nem. Nem mond ez ellent a lenullázódásnak a teremtő irányába? Vagy mi képes vagyunk erre a dialógusra, erre a belső dialógusra a teremtővel? Nincsen probléma, mondja rá, azzal, hogy megpróbálsz belső dialógusba keveredni az Istennel.
Megfogalmazod, mondod, hogy akarod. A kérdés az mindig az, hogy milyen mértékben vagy képes arra, hogy ez nagy visszahúzzon az úton. Tehát nagy visszaráncson az úton. Én inkább egy belső beszélgetést a csoporttal javaslok. Hogy ez... Tehát a kérdésem az, hogy azt a kérdést kell magunknak feltenni, hogy ez a, hogy visszatart-e engem az, hogy ilyenfajta kommunikációk az Istennel visszatart, vagy nem? Tehát mi volt jobb kérdésére a válasz, a támogatása? Ő azt mondta, hogy a jobbnak a barátja, hogy neked ki kell nyitni a szádat a teremtő irányába, kérned kell, tehát imádkozod kell, fordulj a teremtőhöz. És akkor sikeres lehet. Tehát ő teremtette a gonosz hajlamot, és ő teremtette a tórát, mint fűszer. Akkor hol van a tóra, hol van a fűszer? Hogyan érhetem el? Tehát én szeretnék dolgozni, de jutass el engem oda. Ez a fűszernek a lényege. Azaz, az ember az eredménynek megfelelően vizsgálja azt, hogy mit kell tennie, mert mi az, ami számodra van, tehát vagy te. Megérzed ezt a fajta csalódottságot, és rájössz, hogy nincsen erőd, vagy megpróbálsz a dolgokat megszervezni. Előveszed a papírt, és leírod, hogy, hogy ez az én kérdésem, és hogyan tudok én erre választ kapni, annak megfelelően, amennyire... Tehát hogy tudok én megválaszolni mindenre, hogyha semmire nem emlékszem a szívembe? És akkor elkezd a probléma megoldódni, mert amikor leírod, akkor... Egy kicsit közelebb kerül hozzád, és soha nem fogsz ugyanebben a problémában belezuhanni legközelebb. Vagy ha bele is zuhansz, másképp fogsz belezuhanni. Oké, ez világos. Amilyen mértékben vágyom a kapcsolatra, és megpróbálom ezeket végrehajtani, akkor jön a kérdés az, hogy miért történik. Tehát valami visszatud engem tartani, vagy ez valami tök magától értetődő dolog. Ezek mind felülről jönnek, annak érdekében, hogy felgyorsítsák a fejlődésedet. Mivel végezetül neked el kell érned egy állapotot, amit, hogy is mondjam csak, tehát a hitnek az erejére kell sóvárognod. Tehát, hogy valóban boldog legyél, hogy ezeket a félelmetes, zavaró kérdéseket felted, amikor ezek elérnek hozzád, amelyek egyszerűen összetörik az elmédet és a szívedet, és boldog legyél amiatt, hogy, hogy ezek ilyen kérdések, és csak a hitnek az erejével tudsz a problémák fölemelkedni, és neked kell érezned azt a gondoskodást, ahol a zavaró erők, tehát boldognak kell lenned, hogy valóban föléjük tudsz emelkedni ezeknek a nehézségeknek. Ez, amit el kell érnünk, ez a hit megszerzésének a kezdő pillanata. Rav, igen, mondtam ezt, és azt mondta, hogy írjam le, de mit írjak le? Az ember valóban nagyon meg van zavarodva, hát ez a lényeg. Tehát itt vagyok a leckén, tehát adjon nekem egy leírást arra, legyen szíves a napi életemben. Tehát vannak a napi problémáink, majd hirtelen valami távol lög engem,
többé nem vagyok képes a hit erejéhez kapcsolódni, megjelenik valami, egy erő, ami a hétköznapi életemben sokkal erősebb, mint én. Ez mit írjak le? Próbálj meg nekem egy leírást adni arról, hogy képes legyek ezt használni. Tehát, hogy mi az, ami engem visszaránt ide, és mit tegyek? Tehát kérdés, mire gondol ön? Tehát nagyon sok kérdésnek kell megjelenni benned, és utána végig kell gondolnod, hogy ezeket mind hogy viheted egyetlen kérdésbe. Tehát ha van néhány kérdésed, akkor nyilvánvalóan te zavarodott vagy még. Tehát igazából azt a kérdést kell föltened, hogy mit akarsz? Oké, tehát jön egy helyzet az én életemben, az én üzletemben, kapok hirtelen egy telefonhívást, és hirtelen azt érzem, hogy a hitem az úgy megzuhan. Tehát mi az, amit tenni akarok? És ez a pontnak a lényege. Tehát hogyan lehet az, hogy én azonnal kapcsolódjam pozitív módon ehhez a dologhoz? Hogy hogyan tudsz a spirituálishoz kapcsolódni a felső erőhöz? És hogyan kell reagálnod arra, hogy ami történik? Ez egy dolog, magyarabb. A másik dolog pedig az, hogy képes legyen a fizikai síkon is ezeket megvalósítani. Oké, na de akkor mit kell leírnom erre a papírra, amit hordok a zsebembe? Hogy miután megkapod ezt a telefonhívást, ami a te számodra negatív, akkor hogyan kell viselkedned? Hogyan kell ezt kapcsolni? Igen. Próbálkoznod kell. Fiúk, magyarabb. Mi nem hagyunk így előre. Mi örök itt fogunk maradni. Olvasok akkor a 18-as pontot. Tehát 18-as pontot olvasok. És világos, hogy az ember nem tudja be önmagát kiszolgálni. ברור שידע גם כן לברוא את התרופה והנאמרים להדיש כוחו של היצר הרע ולמחותו. Tehát így kell az embernek megszerezni az erőt a gonosz hajlam ellen. És hogyha az ember képes a Tórát és a parancsolatokat gyakorolni is, és lezuhan oda, hogy a gonosz hajlamot maga eltávolítsa magától, ez vagy az a probléma, hogy elutasította a szükséges mennyiségű munkát és erőfeszítést a Tóra gyakorlásában, ahogy írva van, hogy én nem dolgoztam, és ezért nem is találtam meg, vagy nem, ezért nem hiszek. Vagy elvégezte a szükséges mennyiségű munkát, de nem végezte el megfelelő minőségben ezt. És ez azt is jelenti, hogy miközben gyakorolom a Tórát, ha valaki nem rendezi el a szívét és a lelkét a Tóra fényének megfelelően, akkor nem is kapja meg a hitét az ember szívében. Hanem sokkal inkább azt jelenti, hogy valóban meg kell szerezni a Tórának az erejét, nevezetesen a fény, amely a hitet tartalmaz önmagában. És bár az ember részlegesen irányulhat erre, az értelme az, amely megpróbál a tanulás során működni. Tehát ez az, ami a környezetben is működik, amikor tanulunk. Tehát az ember vagy ezen a módon kihajtja magát az ítéletből azáltal, hogy erőltetten érveleze emellett, hogy a bölcseink mondják, hogy én teremtettem a gonosz hajlamot, én teremtettem a Tórát a fűszert erre. Hogyha az embernek van valamilyen kifogása mindezek mellett, akkor jobb kérdése a mai nap az ember számára érvényes marad. Azaz, mondja Rab. Nekünk folyamatosan megvan a lehetőségünk, hogy magunkra mondjuk a reformáló fényt, hogy megkapjuk az erejét a hitnek, és ennek megfelelően képesek legyünk állandóan fölülre emelkedni a gonosz hajlamnak és minden másnak, és akkor ezáltal mi kiérdemelhetjük a hitnek az emelkedését, tehát annak érdeke, hogy lássuk az összes helyzetet, ami feltűnik előttünk, egy lehetőség kell, hogy felemelkedjen, és ezt meg is kapjuk a felső erőktől. Kérdés. Tehát a hitnek az ereje, az haszadim? Hát én nem tudom, mondja rá.
nem akarok szükségtelen szavakat hozzáadni ahhoz, ami ide le van írva. Válaszolom, leírt mindent, ami lényeg. Oké, na de milyen fajta bűnről, gondolati bűnről beszél Bálaszolám? Erről is beszéltünk át tegnap, mondja rab. Ha én a levegőben csüggök egy madzagon, és alattam kapkod a krokodil a lábamért, hogy elkapjom, akkor ugye ezen a módon nekem hálásnak kell lennem, hogy nekem megvan a lehetőségem arra, hogy az egész életem a teremtőn függ, és hogy olyan módon jutat el engem a szükséges mérték hithez, hogy megértsem, mi az a hit, és mi a hit. A hit az ugyanaz az erő, amelyet én megszerzek, annak érdekében, hogy értem, hogy minden a teremtőn múlik, és hogy valóban én ezen keresztül maximálisan hozzá tudjak tapadni, olyan mértékben, mondja rab, hogy én valóban, bár ott vannak az aligátorok, meg is halad a félelem az aligátortól, de mégis megjelenik egy óriás erői hit az aligátortól való félelem felett, és ez valóban a teremtőhöz köt. Tehát minden megmarad, semmi nem tűnik el, és ennek eredményképpen egy edény alakul ki bennem. Ez az, ahogy én egyre jobban kapcsolódom a hithez. Tehát ez egy példát ad nekünk, és tehát nekem fölé kell emelkednem, ugye itt jelenik meg jobbnak a kérdése, és minden ilyen problémának fölé kell emelkednem, és ezért tudnom kell, hogy ez a hit, ez, vagy félelem és zavar, és ez jön az emberhez, ez jön az emberre mindenféle módon, és mégis neked lefelé kell emelkedned. Kérdésem vannak, ami fölbukkan. Na, milyen kérdéseid, mondjára? Hogyha én teremtem a gonosz hajlamod, és én teremtem a tórát, mint fűszertenek ellenében, én ezt értem, hogy a gonosznak is szüksége van a tórára, a reformáló fényre. De akkor mire van szüksége arra az igaznak? Az igaznak semmire nincs szüksége, hogyha te igaz vagy, akkor nem keveredsz ilyen helyzetben, mint amiről itt szó van, ha már megigazultál. Oké, tehát akkor mi a disputa Habakuk és Jób között? Tehát itt nincsen folyamat. Tehát ő már hitben van, akkor nem értelek. Hát, aki már van a hit erejében, annak nem kell kezdeni semmit. Ez az igaz ember. Hát milyen helyzetről beszélsz te? Az igaz, az már érzi a hitet, és meg is ragadja. Tehát akkor nincs szükség a reformáló fényre? Hát neked megvan, hát megvan a hited. Hát akkor tórára sincs szüksége? Hát már birtoklod? Köszönöm. Rab, ez az állapot, amiről itt beszélünk, hogy ez nem világos a számomra. Tehát, hogy én állandóan ebben a... Tehát van az aligátor, és abban az állapotban maradok. Mit jelent ez? Hát én mindig ki akarok ebben az állapotban mászni. Hát gyere ki belőle, ha tudsz, mondja rab. Ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy a teremtő adott neked egyfajta helyzetet, amitől te el akarsz menekülni. Tehát neked föl kell menned a hitedet nyilvánvalóan, az egész egódat, és a teljes gonosz hajlam, az összes klipa, az megmaradott alul, ez a krokodil. Oké, na de a teremtő a helyzet egy helyzetet, akkor nekem kell megoldanom? Mit akarsz megoldanom, mondja rab? A srác? Nem rab, tehát minden egyes helyzetben neked ki kell építened a hitnek az erejét, amiből kimászhatsz a helyzetből. Hogyha ez a helyzet, ez eltűnne, akkor a hitnek az ereje is eltűnne. Mi tartana fent téged? Oké, én értem, hogy a hite az rajta múlik. Tehát neked meg kell ezt szerezned, neked alul kell
érezet kell, ami lemaradt, és a megyednek a fényét kell érezned, az egyik nem működik, a másik nem. Oké, mondja Rav. Oké, tehát legalább érezsz, hogy miről van itt szó. Azokból a szavakból, amit ön elmondott, én szeretném megérteni, hogy meg kell szereznem a hitet, vagy kérnem kell a hitet. Hát valójában kérned kell. Ebből kifolyólag neked el kell jutnod a csoporthoz, a leckéhez, és meg kell tenned mindent, amit tudsz. Nincsen fontosabb dolog, mint a hit. Ez a binának az ereje. Ha mi megszerzük ezt, abban a mértékben, amiben megszereztük a hitnek az erejét, megszereztük a bina erejét is. Ennyi. Tehát így kell előre haladnunk ebbe az irányba. Még egyszer, tehát ön beszélt a kérésről, oké, de akkor nekem meg kell szereznem bizonyos dolgokat, ez megzavar engem. Tehát, hogyha én megszerzem ezt, akkor valaki mondja nekem, hogy miért kell megszerzem, valaki mondja el. Oké, nem kéred és megszerezted, de mi a probléma ezzel? A tanulás, de hol szerzem meg a tanulás során? Tehát itt fizetsz az erőfeszítéseiddel, erőfeszítéseket helyezel bele, ami a szándék nyilvánvalóan, a szándékon keresztül nyilvánul meg. Tehát elegendő erőfeszítést tegyél bele, szándékot, és akkor meg fogod kapni. Tehát itt van egy kérés, és van egyfajta megszerzés, ez a hitnek a megkapása. És ez az erő, amely fölémel bennünket a visszavert fény. Ez még előttünk áll. Tehát így kell nekünk előre haladnunk, tehát az emuna, a hit, ugye ez a fényből fakad, amely lefedi az edényt, amely lefedi a problémákat, a klit. Tehát nyilván a kapnakarás, a hitnek az ereje, az lefedi ezt, lefedi az edényt is. Tehát az edény önmagában az a kapni akarás, ezzel nincs mit tenni, és a hitnek az ereje pedig az ennek megfelelően segíti az embernek. Tehát ilyen módon kapod meg a fényt. Tehát így tudom megkapni a fényt, és Anton Joknámból kérdezi, az egész leckén mi a belső munkáról beszéltünk, tehát mi csak a sokasság imáján keresztül kell ezt megértenem, tehát ez, hogyan kell nekem a barátokhoz fordulni? Bárhászulám, néhány esetben visszavezetett bennünket a csoportmunkára, de nem túl sok esetben magyarázta ezt el a csoportmunkával kapcsolatban. Tehát ő rengeteg munkát írt, Matantóra, Árvút, egy csomó levele az ezzel kapcsolatos a belső munkával. Hatalmas cikkeket írt, amelyek valóban elképesztő mélységű gondolatokat tartalmaznak. De az én csoportbeli munkám az gyakorlatilag a feldolgozása annak, hogy hogyan tudok a hitnek a fényéhez fordulni és kérni. Amikor a csoportban dolgozom, én egyáltalán nem érzem, hogy mi is az a hit. Nem érzem ezt. Nincs érzésem erről, nincs lövésem erről. Én hallom, hogy a bína az a bína, a haszadím az a haszadím, az adakozás az adakozás.
Azonban neked nincs a képességem arra, hogy, ezek, hogy ezeket az érzelmeimbe fordítsam, és valamilyen módon megpróbáljam alkalmazni a csoporton belül. Tehát ez nem olyan egyszerű. Ez a legfontosabb dolog. És akkor az ember látja ezt ilyen sematikusan, akkor van a bína, a malkut, hogy mindez hogyan dolgozik, hogyan működik. Tehát az ember, ha elkezd közelebb kerülni az érzelmeihez, azaz, az ember eljut a gyakorlati cselekedetekhez, azáltal, hogy a csoportban dolgozik. Tehát az ember sokáig tanulhat, több évig. És nekünk valóban érezni kell, hogy amikor eljön az idő, hogy a csoporthoz kapcsolódjunk, akkor egy sokkal erőteljesebb belső munkát kell végeznünk, és nekünk meg kell találnunk a hitünket, és azt, hogy hogyan tudunk a hitben megfelelő módon elmerülve tanulni. Oren. Mi a kapcsolat a hit ereje között, ami engem kötelez arra, hogy egyesüljek, és mindig, amikor az életem megtalálom, hogy nincs más rajta kívül, és a kapcsolat e között, és a között, hogy én megszerezzem a teremtőnek a minőségét, az adakozást. Ennélkül az érzés nélkül, mondja Rav, hogy te a teremtő irányába dolgoz, tehát ő adja neked ezeket az eseményeket, ezeket a véletleneket, tehát minden a te kapnakarásodra történik. Hát mikor érzed te azt, hogy mi a kapnakarásod és otthon vagy? Amikor te elkezded érezni a veszteséget. Ez lehet pénz, élet, bármi. Amiben veszteséget érzel. Tehát itt kell megkapnod azt az erőt, ami a személyes számítások fölémel. Tehát itt minden a szintektől függ, amin vagy. Tehát amikor te megkapod a bínának az erejét, mondja Rav, tehát miután valamifajta veszteséggel szembesültél, és neked a bínával kell dolgozni, a bína kapnakarásával, és ez pedig a megszerzés az alkotás érdekében állapota. De erre nincsenek igazán szavaink. Tehát ha mi erről beszélünk, akkor nyilván fizikai számítások is megjelennek e mögött. Oké, de mi a kapcsolat, hogy minden összekapcsolódik, és valóban minden egy dologhoz kapcsolatot, történjen jelen bármi. Hát neked a forrásod kell fordulnod, ez az, hogy neked a forrásokkal kell kapcsolatban menni. Oké. Tehát én a forrásod kapcsolódom, de én érzem, hogy megkapom a képességet az alkotásnak. Ez attól függ, hát nem mi a kapcsolat a között, hogy én képes vagyok adakozni, meg ábrázom a teremtőt. Az, hogy azért, mert neked meg kell szerezni az adakozás érdekében, és a munka az így kezdődik, tehát ez a dolognak a lényege, hogy te megkapj az adakozás érdekében. Tehát tedd ezt most félre, amiről beszéltünk, tehát hogyan tudunk fölemelkedni a kapnakarásnak, és hogyan tudjuk a hitnek az erejét megszerezni azáltal, hogy fölemelkedünk a bínához. Erről szól a történet. Amennyire te fölemelkedsz a bínának, az úgy működik, hogy mennyire ereszkedik le a malkuthoz. De ez az állapot, amiről beszélünk. Attól függ, hogy a bína vagy a malkut oldaláról vizsgáljuk ezt meg. Nyilván az igaz ember úgy találja meg a hitét, amilyen mértékben felemelkedik a bínához. Ugye ezt mondtuk az előbb. A teremtő különböző helyzeteket rendez el, félelmet,
Tehát ez egy nagyon furcsa módon rendezi el. A probléma az, hogy van egy gondolat, hogy nincs más rajta kívül, jó és jóságos, és egy szándékos irányultság van, hogy az egon felé rohanok, hogy megoldjuk a problémát. Ez igaz, mondja Rav. Tehát nekem meg kell szereznem a hitnek az erejét, mert az, hogy oda rohanok hozzá, ez nyilvánból hitből fakad, hogy őt erődnek látom. Tehát nekem hitre is szükségem van, de mindenképpen azt kell megoldjam a problémát. Oké. Tehát először elkezdesz elmenekülni, ezt elkezdett megoldani, hogy a dolgok lehetnek mások. Tehát, hogy jobb a levegőben lógni, mondja Rav. És közben a teremtő felé a tapadásra koncentrálni. Oké, de mi az, ami megváltoztatja a viszonyt? Tehát hogyan, hogy nekem a teremtődött hitem erősebb legyen, mint az ego való kapcsolatom. Ez a reformáló fényen keresztül szerezhető meg, mondja Rav. Tehát neked megvan az igényed, hogy elgyere a leckére, ugye? És pontosan azért van ez, azért csinálod mindezt, hogy megkapd a fény. Ez az a pont, ahol neked valóban el kell tudnod jönni a leckére. Ez így működik. Egy Joni nevű srác keres kétségbeesett egy mikrofon. Nem adnak neked mikrofont. Mi? Ne kérdezzél. El lehet, hogy ezzel én is egyet kéne értenem. A kérdés. Tehát a hit az úgy tűnik, mint egy edény lenne, máskor pedig úgy tűnik, mint egy szűrő lenne. Néha pedig az alapanyag, amiből építek valamit. Tehát mi a viszonyom ez a minőséghez? Mi ez valójában? A félelem az a teremtőnek az ereje a teremtett lényben, amely segít a teremtett lénynek, avagy fölé tudja emelkedni, mint... Tehát a malkut fölé emelkedni, a kapnakarása fölé emelkedni. Tehát ez nem a malkutból jön, tehát nem úgy van, hogy ez a malkut birodalmából származik, ez a teremtő birodalmából származik. Ez a hitnek az ereje. A binának az ereje, amely a szívben lévő pontot a malkutot a biná felé húzza. Tehát a malkut felemelik a binához. Nyilvánvalóan ez egy folyamat, amiről eddig beszéltünk, hogy valóban függetlenek legyünk, a bínához kapcsolódjunk, annak ellenére, ugye, hogy az összes félelem és izgatottságom és zavarodottságom az ezen a módon érkezik el hozzánk. Tehát mondhatnánk, hogy elrejtjük magunkat a bína elől. Tehát ez az a folyamat, ami az ibúrnak a megtermékenyítésnek a folyamatát hordozza magám. De akkor menjünk át a leckét.